Köszöntöm a Fonyod televízió nézőit, és tisztelettel köszöntöm Hidvégi Józsefet, Fonyod város polgármesterét. Köszöntöm a tévénézőket. A múzeumban, az egykori Velics villában volt egy rangos délután délelőtt, egy egész nap tulajdonképpen. Mi történt ott? Polgármester úr köszöntőt mondott. Tulajdonképpen a mostani múzeumunk ugye a Velics villában van. Ebből kifolyólag a Velics családnak egyrészt a múltját említettük föl, és nagyon sokan voltak rá, hála Istennek, sok embert érdekelt, sok ember jött vidékről, talán még külföldről is, ha jól emlékszem, és előhozták azokat a jó példákat, mint például a Velics család, aki egyrészt itt ingatlant vásárolt és épített ide egy házat és egy szállodát, másrészt pedig az egyik legjobb adófizetője volt a fonyódi községnek, annó idején, és egy nagyon jó példát hoztunk föl ott, hogy annó idején azok a jó adófizetők, akik jelentős összeggel járultak hozzá a községnek a fejlődéséhez, működéséhez, azok automatikusan bekerültek a képviselőtestületbe. Ez a történelmi példa is jól mutatta, hogy az a réteg fejleszti a települést, akik egyébként maguk is képesek arra, hogy fejlődjenek, hiszen ha egy villát építettek, ehhez rengeteg adót adtak a városnak, és a város fejlesztését helyezték, vagy illetve akkor még község fejlesztését helyezték előtérbe, ezek az emberek viszik előre a városnak a működését, illetve a városnak a fejlődését. Többször beszéltünk a Dél-Balatoni vasútfejlesztésről, ez egy gigaprojekt, és nem csak azért, mert Budapest és Nagykanizsa között megújul a vasútvonal, meg Kaposvár és Fonyód között is, amit ugye sokan úgy vélnek, hogy az utasoknak lesz jó, meg igazából a nyaralóknak, hanem azért is, mert a környezete is megszépül. Ezzel kapcsolatban volt egy bejárás, ahol a kivitelezők képviselőivel, polgármester úrék bejárták ezeket a területeket, amelyeket használtak a munkálatok során azok a cégek, akik megépítették vagy felújították a vasútvonalat, meg ezeket az utakat is, amelyek önkormányzati utak többségében. Ezeknek kapcsán volt egyeztetés, itt miben tudtak megállapodni, és ezen kívül, hogyha a fonyódiakat nézzük, akkor nekik miért volt még jó, vagy milyen hozadéka lesz ennek a fejlesztésnek? Hát egyrészt nagyon jó volt az, hogy megújult a vasút, hiszen az 1900-as évek elejé sebességgel érkezett a turista Budapestről, vagy Székesfehérvárról Fonyódra. Másrészt pedig a települések közti közlekedést is kulturáltabb vasútállomásokon, kulturáltabb körülmények között fogja tudni megtenni a turista Balatonparton. Ez nagyon fontos volt a turizmus szempontjából. Remélem, hogy hamarosan kicserülnek a vonatok, a vagonok, és ugye nagyon sok állomás ennek kapcsán meg fog újulni. Sikerült elérnünk például, hogy a Bélatelepi régi épületet felújítják, ez egy emblematikus épülete Fonyódnak, és nagyon jó lesz, hogyha annak a környezete is, illetve maga az épület is meg fog újulni. Illetve a vasútállomáson láthattuk, hogy új peronok épültek, új tetőfedés épült, és a busz megálló rész is csatlakozni fog ehhez a tetőfedéshez, és ennek a környezete ez tovább fog épülni. Ezek a jelentősebb dolgok, ami a város életében meghatározó, illetve új átjárók fognak még épülni, hiszen a Fiume utcai átjáró az jövőre meg fog épülni, ez már biztos, valamint két olyan terület van még tervezés alatt, ami az egyik a Bátori utcai strandnál lehetővé tesz egy gépjármű átjárást, illetve a gyerektábor végén terveznek egy személygépkocsi átjárót a vasúton. Ez jelentős dolog lesz a város életében. Egyrészt Ligeten, a Virág utcán, az Endres utcán nem közlekedik majd annyi gépjármű a gyerektábor fele, hanem a gyerektábor egyenálló átjárót fog kapni. Másrészt már csak azért is, mert ugye a gyerektábor is bővítve lesz, tehát 1000 főről 2000 főre lesz bővítve, ott is egy jelentős fejlesztés fog történni. És ezek az átjáró művítések, maga a vasútnak a fejlesztése, ez sajnos károkkal is jár, munkával jár. Ezeknek a felújítását beszéltük át most hétfőn. Kollégáimmal már múlt hét pénteken körbejártuk a területet, úgyhogy előkészültünk,
és így hétfőn egy 3 órás egyeztetés során sikerült sok mindenben megegyezni a kivitelezővel. Azt tudni kell, hogy azok a régmúltak, amikor a csatornázás kapcsán a teljes utcákat felújították, ez már nem működik. Egyrészt az európai pénzekről pontosabban kell elszámolni. Ezt ugye látjuk, hogy amikor csatornát építettünk, akkor csak sávos felújítást enged már az Unió, és nem teljes szélességű útfelújításokat. És itt is ugye európai forrás felhasználásáról van szó. Ebből kifolyólag szinte csak foltozást, vagy a károknak az elhárítását engedi az Unió. Ennek ellenére sikerült megegyeznünk a kivitelezővel abba, hogy a Turul utcának azt a szakaszát, amelyiket használták, tehát az üdülőfalu bejáratától a 7-esig, az teljes szélességben föl fogja újítani, illetve a Fürdő utcát a csatornától a Lidó társasházig teljes szélességébe fel fogja újítani, valamint az átjáró, vasúti átjáró és a Szent István utcai kereszteződésnek a szakaszát fel fogjuk újítani. És hát természetesen ezen felül még minden olyan területet fölmértünk, megjelöltünk, ami a kivitelezés során károkat szenvedett, ezeket a területeket meg fogják még javítani, valamint olyan hiányosságokat tártunk föl, hogy például a Fürdő utcában az a meredek rézsű, az nem elfogadható az önkormányzat számára, tehát ott egy támfalat kértünk kiépíteni, valamint azoknál az átjáróknál, ahol belógnak egy kicsit az útra, ott olyan szélességű bővítést kértünk, ami az eredeti út szélességet biztosítja. Hát elég küzdelmes meccs volt, de sikerült végül is mindenben megegyeznünk, amit szerettünk volna. De hát ezzel nincs vége, ezzel csak megkezdődtek a helyreállítások. Nyilván még a többi kivitelezővel, konkrétan az Erkorddal, hiszen ez a Svitelskivel volt egy egyeztetés. Az Erkorddal a Kutyástrand környékének rendbetételéről, illetve az átadott terület rendbetételéről, hiszen a kikötőnél a 9-es vágány területét végre az önkormányzat meg fogja kapni, annak a rendbetételéről, valamint az üdülőfalu rendbetétele, ez még vissza van, ezt pedig az Erkorddal fogjuk egyeztetni a közeljövőben. Én azt gondolom, hogy fonyódnak azon felül, amiket elmondtam, egy óriási fejlesztése gyakorlatilag a hegy alatti partvédőmű, már most rossz idő esetén is, tehát amikor hideg van mégis nincs, akkor a turizmus, látok folyamatosan sétálni embereket, az egy olyan turisztikai lehetőség lesz Fonyódnak, gyakorlatilag a városi strandot és a béletelepi strandot összekötő partvédőmű, amit tényleg a kivitelezőnek köszönhetünk, és csak hálával tartozunk az Erkordnak, hogy megépítették, plusz 180 millió forintot tettek bele ebbe a projektbe a fonyódiak, illetve a turisták kedvéért, és természetesen folytatódik még a vasútállomásunknak az átépítése, Gyöngykavics helyett térkő, illetve maga a busz megállónak is a rendbetétele és a környezet rendbetételével fog folytatódni ez a projekt. Igazából év végéig remélem, hogy teljes mértékben be is fejeződik. Polgármester úr, köszönjük szépen a tájékoztatást! Köszönöm a figyelmet, mindenkinek áldott békés húsvéti ünnepeket és jó pihenést kívánok!